szeretettel. Önök az életvezetési útmutatót látják velem, én Kálai Zsuzsanna vagyok, és hát várok minden kedves betelefonálót, de egyáltalán nem most, hanem egy kicsit később, mert hát most is hoztam önöknek egy kis útmutatót, de visszatekintéssel együtt útmutatót, mert hát érdekes témáról lesz a mai műsoromban is szó, hát mindig próbálok valamit kimazsolázni a régmúlt ősidőkből, de úgy gondolom, hogy önöket ez roppant érdekesen érinti, mert a mai világban is, higgyék el nekem, ha hiszik, ha nem, ez még bizony, még mindig működik, és ez nem más, mint az aromaterápia. Hát kérem szépen, az aromaterápia egy nagyon érdekes jelenség volt a régmúlt időkben, és hát a modern ember életében is rettentő nagy érdekességgel szolgál, gondoljanak, melyik ember az, aki a mai világban, meg a régmúlt időkben is ne használt volna parfümöt, kölnit, és hát mennyiféle minden kencét teszünk magunkra, amiben hát igenis illóolajok vannak, eszenciák. Na de viszont ezt az eszenciát és az illóolajokat magában véve, hát kérem már, elég régen felfedezték, és gyógyításra is használták. Hát gondolunk bele, hogy a sokoldalúságukban a maják, az asztékok, akik ugye hát az aranynál is értékesebbnek tartották abban az időben, és hát nagyon nagy jelentőséggel voltak irányában, mert hát a szakrális tevékenységüknek nagyon nagy jelentőségük volt, és magában ugye hát a papi beavatás, papi beiktatás során is használták, ugye a felkenésnél. Na most utána az egyiptomiaknál, hát ugye mondanom sem kell, hogy ugye hát mumifikálásra használták, hát rettentő fontos volt ez számukra, mert hát baktériumölő is volt, és magában konzerváló anyagként is kiválóan működött, gondoljanak bele. A hellén kultúrában viszont nagyon érdekes volt, mert az egyes illóolajok nagyobb mennyiségű használatakor, hát bizonyos orákulumoknál, amit ugye igénybe vettek, kábító hatással rendelkezett, és a jövendő mondásnál ez bizony nagyon sokat számított, ugye a hellén kultúrában, ha visszatekintünk, mert ugye egy elbódító állapotot hozott létre, és ez a bódulat, hát akkor talán egy olyan transz állapotot is idézett elő, amiben ez megmutatkozott. Utána kérem szépen, a római birodalomban is nagyon fontos volt a aromaterápiának, ugye hát az illóolajoknak a előfordulása, miután testápolásra és illatosításra is hát használták, de ugyanakkor hát egy kicsikét azért a jó ízlés meghaladó mértékben, és ugyanakkor hát a Szolon aténi elrendelete alapján megtiltották egy időben, hogy férfiak használjanak ilyen illóolajakat, és magában véve Kápuában külön utcájuk volt ezeknek az árusoknak, akik ezzel foglalkoztak. De térjünk vissza a mai korra. Ha a mai kort elemezzük, és a mai kor emberére vetítjük ki az aromaterápiát, akkor ugye hát az ember megkérdezik, hogy az asztrológiához ugye, és hát az egyéb ezotérikus tudományokhoz volt köze a régi időszakokban, de a mostani világban és a mai kor számára, a mai ember számára mégis milyen hatással, mi köze van egyáltalán ehhez, ennek az aromaterápiának. Hát első hallásra ugyan semmi, de ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy ugye hát a 12 zodiákus jegyet végigvesszük, és ha beletekintünk a gyógynövényekbe, eszenciákba, és magában a gyógyításban, amit ugye az aromaterápiák és a füvek világában kalauzolnak el minket, akkor mindjárt kiderül, hogy bizonyos időszakban született embereknél mi mit használ. Hát például gondoljanak bele, amikor egy üzleti tárgyalásról van szó.
és egy eléggé izgága partnerrel kell tárgyalnunk, akiről egyből kiderül az, hogy egy tüzes jegyben született, és hát első ránézésre ugye, aki szakember látja, hogy na, akkor ennek az embernek nagyon hamar felmegy a pumpa, kivörösödik, rosszul lesz, és esetleg hamar olyan döntést hoz, aminek egyáltalán nem kéne, hogy úgy legyen, akkor egy pár csepp illóolaj, higgyék el nekem, csodát tesz egy tál vízben. Ha például egy kis narancsolajat csepegtetünk bele, vagy bazsalikomolajat, akkor az annyira megváltoztatja a lelkiállapotot, megváltoztatja a légkört, az aurát, tehát azért hívják aromaterápiának, miután nagyon sokoldalú lehetősége van ennek az egésznek. Hát az aromaterápiával nem csak illatosítanak bedörzsölésnél, inhalációnál, és ugyanakkor még fürdővízbe is, és még nagyon sok mindenre lehet használni. De megígérem önöknek, hogy folytatni fogjuk, és lesz még róla szó, mert mindenkinél máshogyan hat, és azért azt hozzátenném, hogy csak certifikát papírral, tehát ellenőrzött illóolaj származékokat érdemes venni, tehát olyan helyekről, amelyek nem 100%-osak, nem szabad beszerezni, mert allergént tartalmazhat, és a másik pedig az, hogy hát ugye nyilván nem jó, hogyha az ember olyan helyről szerez be ilyesmi eszenciákat, amely esetleg ki tudja, hogy mit tartalmaz, tehát nem 100%-os aromát és nem 100%-os illóolajat tartalmaz, mind ami rá van írva. Megkérném a kollégákat, hogy kapcsolják be a telefonálókat, mert most már lehet érdeklődni és lehet kérdezősködni tőlem, aminek nagyon fogok örülni, és nagyon nagy előszeretettel válaszolok rá bárkinek, ha már a vonalban van. Mert az előbb, mintha hallottam volna valamit, hogy már a kollégák beszéltek valakivel, de most már úgy gondolom, hogy mindjárt be is érkezik a vonalba. De amíg beérkezik ez a kedves telefonáló itt a műsorban, addig azért folytatnám, hogy ugye a nap folyamán hát számtalan problémával találkozunk, és különböző helyzetekkel, feladatokkal kell megbirkóznunk. Ön van a vonalban, nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Hello. Ön van a vonalban, üdvözlöm. Ja, de hello. Mielőtt még beleszólalna, és mindenkinek üzenem innen, hogyha lehetne, akkor a telefonkészülékbe beszéljenek, és ne a televízió készülékkel, mert így fogom tisztán és tökéletesen hallani. Máskülönben megszakad a vonal, és így nem tudok tovább beszélgetni. Kérném szépen, tessék beleszólni nyugodtan, bátran. Én itt vagyok. Kívánok. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önt. Én is nagy szeretettel köszöntöm Önt. Miben Hello. Segíthetek? Ön van a vonalban, mondja bátran. Miben segíthetek Önnek? Hello. Tessék mondani, mert így akkor megszakítsuk. Éva vagyok, jó estét kívánok, nagy szeretettel Üdvözlöm. Köszöntöm. Szeretnék érdeklődni, a fiamnak nincsen évek óta állása. Hát ez egy elég nagy probléma. Honnan telefonál Éva? Visszhangzunk, na pontosan ezért kérném, hogy Budapestről. Halkítsuk le a televízió készüléket. Mikor született a fia és hogy hívják? Budapestről. Értem. Mikor született a fia Éva? Budapestről telefonálok. Ez eddig rendben van. Mondja a fiának a születését. 73. október 16 és Zsolt. Ajajaj. Hát kérem szépen az ön fiának mérleg születési időpontja van, és hát azért pontosan az eléggé dekadens mérlegek közé esik. Tehát azért abban a dekádban született a fia, amelyben ominózus mérlegnek lehet elmondani. Tehát tényleg az van, hogy egy hatalmas érzékenységgel, hatalmas művészi tevékenységgel és egy olyan érzékeny lélekkel rendelkezik, hogy ihaj. Mi a szakmája a fiának, ha szabad érdeklődnöm? Én itt vagyok a vonalban. Kereskedelmi vonalon dolgozik. Értem. Vagy dolgozott. Értem.
Érdekes az egész, mert egyszerűen nem oda... Kereskedelmi vonalon értem. Dolgozott. Tessék rám figyelni. Nem, egyáltalán nem odavaló. Egyáltalán nem odavaló. Higgy el nekem, hogy ebben az időszakában történni fog egy olyan időszak, amiben nagyon nagy szerencséje lesz az ön fiának. Nem tudom, hogy most mit csinál, de most októbertől egy olyan stádiumba esik, amiben, ha belekezd, valamibe belekezd, és méghozzá egy olyan tevékenységbe, amiben higgyel nekem nagyon nagy szerencséje lesz, de ugyanakkor vannak olyan lelki blokkok nála, amelyeket itt a nagy nyilvánosság előtt nem igazán szeretnék önnel megosztani, de ugyanakkor azért látható, hogy azért elég keményen szokta őt az élet próbálni. Hát azért egy hol Plutó konjunkciónál azért nem igazán hinném, hogy sorszerűen ez végig így lesz, de azért vannak benne bizonyos meghatások és meghagyások. Én arra gondoltam, hogy miután azért az idegrendszerében és magában véve a vese, idegrendszer, emésztőszervi problémákkal problémája lehet, érdemes az aromaterápiát használni. Kipróbálták már? Nem tudom, hogy miért nem értsük meg egymást. Nem. Jó. Nem akkor próbáltuk ki. Értem. Akkor én arra gondolok, hogy érdemes majd megbeszélni, mert azért születési képlet után a muskotáj zsája például nagyon hasznos lenne neki bizonyos időszakokban, és bizonyos, problémák folyamán, mert például, ha ezt az illóolajat egy tál vízbe belecsöpögteti, akkor ez nagyon hatásos lenne, mert a stressz, tehát stresszoldásra. És pláne az ön fia egy annyira érzékeny fiatalember, hát már nem annyira fiatal, de nem idős, hogy abszolút ajánlatos. Igen. Jó? És köszönöm szépen, hogy hívott. Haladjunk tovább. Nem tudom, hogy esetleg akik még vállalkoznak, azok mindjárt be is kerülnek a műsorba, mert hát nyugodtan, bátran hívhatnak, hiszen a telefonszám az mindig megjelenik a képernyő alján, és bizony nem emelt díjas telefonszám. Tehát várok mindenkit, aki már itt is van a vonalban, nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Remélem a televízió készülékét lehalkította, és a telefonjában beszél. Én vagyok, tessék, üdvözlöm. Ön van a vonalban. Halló. Tökéletesen hallom önt. Üdvözlöm. Biztosan emlékszik még rám, valamikor régebben, 2-3 éve jelentkeztem. Katalin vagyok, Budapestről. Igen. Szeretnék az egészségi állapotomról, mondjuk is a családi állapotomról. Hát az elég komplex egy pár percben, azért nem vállalnám ennek az ódiumát. Na most tessék rám figyelni, Katalin. Ön megkér engem, hogy egy pár kérdésére feleljek. Nagyon szívesen megteszem. Higgyék el nekem, és nem csak önnek mondom, itt mindenkinek az egész világon, aki lát és hall, hogy pár percben lehetetlen asztrológiai képletet, numerológiai meghatározást elmondani. Bizonyos kérdésekre lehet felelni, de felelősséggel higgyék el nekem, hogy nem megy, érti? Tehát nem arról van szó, hogy én nem tudom, hanem arról van szó, szerettem volna hogy már nem, felkeresni. Nem, hogy magyarázzam, tehát nem komplett az egész. De megkérdezném, hogy ön mikor született? 1940, március 15, péntek délbe 1:30-kor. Mi a kérdése, ami a legfontosabb? Az egészségi állapotom. Értem. Magas vérnyomás, emésztőrendszeri problémák? Első nincs. Látásra nincs. Vese? Nincs. Halak jegye, hát érdekes, akkor pedig hol a probléma? Parkinson, állítólag. Értem. A Parkinsonnal kezelnek 2004 óta, igen. Ugyanakkor semmi nem mutatta ki, se a CD, se az MR. Ez az egyik probléma. Kérem szépen,
Ebben az intervallumban és ebben a periódusban a születési képletet jobban át kell vizsgálni, mert ha az asztrológiai képletébe beletekintenék, akkor amit ugye hát nagyon előszeretettel szoktam tenni, és azt szeretem a legjobban, hogyha, tehát én szeretem az embereknek így személyesen az arcát megnézni, a szemét megnézni, átnézni az auráját, átnézni az energiaburkát, mert nagyon fontos, és ez innen nem megy. Na most az a történet, hogy, tehát én ezt előszeretettel szeretem, na most az van, hogy ebben az esetben kérem szépen egy olyan periódusban van, amelyben egy év múlva, a következő évben nehezebb lesz, mert egy lezáró időszak következik március után, és ez a március utáni időszak, ez bizony tartogat még meglepetést. Na most ebben az időszakában én úgy gondolom, hogy eléggé sikeres, probléma megoldó a korszak. Parkinson kor, ha az MRI, CT nem mutatja ki, tehát a mágneses rezonancia sem mutatja, akkor nem igazán látnám annyira, de ugyanakkor azért csodálkozom rajta, mert a születési képletben ez annyira nem látható így. Így. Igen. Érti? Aztán, hogy annak ellenére az ötös házban én mire bukkanok, az már egy más kérdés. Igen. De ugyanakkor az van, hogy vagyis bocsánat, nem csak az ötös házba, hanem a hatos házba is, azért azt hozzátenném. Kérem szépen, az van, hogy nézze, most hogy érzi magát? Pocsékul. Van még egy csontiszkolás, amely nagyon komoly, azon kívül sérv, úgyhogy el vagyok látva rendesen. Értem. De most miután az én műsoromban nem gyógyításról beszélünk, az, hogy én az aromaterápiát és az illóolajakat szeretem behozni, és szeretem bemutatni, mind ahogy most itt tettem az embereknek, de hát ez még csak a negyed részese, amiről ugye tudnék beszélni, meg még egy 10%-a se, mert mindig lehet. Én arra gondoltam, hogy ez egy komplex probléma. Ha visszakapcsolnak a szerkesztőségbe, a kollégák segíteni fognak ebbe önnek. Igen. Nagy szeretettel. Családi állapotról valamit tud, valami röviden? Nézze, tág család, szűk család esetében magát. Család. Jó, gondoltam, hatalmas a szeretet. Hatalmas az a harmónia önben. De ugyanakkor ebben az időszakában ugyanúgy, mint 4 évvel ezelőtt. 4 éve volt? Igen. 4,5 éve. Előfordulhat, hogy valaminek vége lesz. Még nem tudom minek. De ugyanakkor azért én úgy gondolom, hogy olyan nagy probléma az most nem mutatkozik, de a betegségével bizony szomatikus problémák azok igen komplexen benne vannak. Értem. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, és várom szeretettel mindenkit. Hát nem igazán kényeztet el minket az idő, de azért haladjunk tovább, és úgy gondolom, hogy aki a következő kedves telefonáló lesz, akkor az nem csak az egészségéről fog érdeklődni. Ugyanis én azért hoztam elő, mert például az aromaterápia mindenki életében, tehát itt korszakokat végig emlegettük, és talán ugye a középkort azt, ugye, ami elég sötét volt és büdös is, hát kihagytam, mert ugye a középkorban az illóolajakat és a parfümöket nagyon-nagyon-nagyon, tehát túlzott mértékben használták. Ugye nem volt teljes a higiénia, nem volt olyan erős a tisztálkodás, de hát gondoljanak a pomádékra, és mennyi pacsuli illat volt akkor terjedőben, és ennek idejében azért voltak olyan túlzások, amiket tényleg nagyon-nagyon-nagyon túlzásba is vittek, de ennek ellenére azért, tehát az ellenhatások véget azért én úgy gondolom, hogy azért csak változott ez, de mint történelmi áttekintés azért érdekes. Itt a következő kedves hívó, és várom szeretettel. Még mindig jó estét vagyok. Kívánok, Terézia vagyok. Üdvözlöm, Terike. Szeretnék egy várató ügyben, milyen
milyen lehetőségeim lesznek. Értem, és mi ez a várható ügy? Mi történt? Hát kérem szépen, ez egy igencsak vitás dolog, amivel sajnálatos módon valószínűleg hogy bíróságra kell menni. Na ne mondja, mikor született, Teri? 44.13. Igen. És ha megkérdezhetném, akkor ön perel, vagy önt perlik? Mert azért az nem mindegy. Nekem kell kezdeményezni a pert, sajnos. Értem. Megkérdezhetném, hogy ki a zalperes? Hát egy cég. Nem mondjuk be a nevét. Ha megtenné nekem, hogy körülírja, hogy mi történt, avval a bizonyos névtelen... Egy megtörtént eset, ami pénzbe kerül, és az illető cég a hibás benne, és nem akarja elismerni. Persze, hogy nem akarja elismerni, de mint tudni lehet, azért általában a cégeknek van saját ügyvédjük, és azért meghatalmazott embereik is. Na most nézze, én miután nem ismerem az ügyet, és úgy gondolom, hogy ez nem is a nagy közönségre tartozik, mert azért vannak olyan dolgok, amiről nem illik beszélni, és a másik pedig az, hogy reklám lévén, tehát nem emlegetünk cégneveket, nem emlegetünk neveket, hanem arról van szó, hogy nézem, ha most kezdi el perelni a céget, az sem mindegy, hogy ki a cég. Az sem mindegy, hogy mi történt. Nem hinném, hogy olyan szerencsés ez az időszak még rá. Nem azt mondom, hogy zárkózzon el tőle. Egyáltalán nem. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy még nem jött el az ideje valaminek, de miután nem látom át teljesen tisztán, ne vegye 100%-ra. Tehát nem lehet, tehát nem tudok döntést hozni egy olyan dologban, ebben a pillanatban, ami azt mutatja, hogy győztesen kerül ki ön, vagy pedig vesztesen fog kikerülni. Ebben az időszakában kérem szépen az a történet, hogy most még áprilisig meg kell gondolni mindent, meg kell nézni, hogy mit, kivel, hogyan, név szerint, dátum szerint, és utána pedig el lehet dönteni, hogy beleugrok-e vagy nem, mert áprilisig még, most ez tényleg mindegy asztrológus csillagász, mondom ennek, áprilisig szerencsés az idő, de nem mindegy, hogy kivel. Érti, mit mondok? Sajnos ez egy hosszú évek óta húzódó dolog, amit én le kell rendeznem. Én mindenképpen le kell rendeznem, nem lehet húzni az időt, sajnos. Értem. Kérem szépen, nagyon tartok tőle, hogy április után már nem lesz mit lerendeznie. Hát én úgy néz ki az helyzet, hogy pillanatnyilag én bele akarok vágni minél előbb ebbe a dologba. Értem. Nézze, át kell gondolni, mert nem mindegy, mikor lépi meg. Egyáltalán nem mindegy. Na most az, hogy elhúznak valamit, vagy nem húznak el valamit, tehát bizonyos idő és bizonyos hosszúságú idő, de nem mindegy, hogy kinek a javára dolgozik ez az idő. Erről van szó, higgyel nekem. Jó? Tehát... Igen, hát én ügyvéddel mindenképpen meg fogom beszélni ezt a dolgot, úgyhogy nem egyedül döntök, de... Úgy érzem, hogy kénytelen vagyok minél előbb ezt lerendezni, mert már régóta húzódó ügyről van szó. Nézze, akkor meg viszont azt ajánlom önnek, hogy ne várjon, mert április után fordul a kocka. És nem igazán szerencsés idő abban, hogy egy ilyen hivatalos történetbe belekezdjen. Tehát akkor nem, akkor egy kicsit stagnálnak az energiák. És akkor stagnál az időszaka.
Jó, de köszönöm szépen, hogy itt volt, mert az időnk véges. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Várom Önt és Önöket nagyon nagy szeretettel minden alkalomkor, és mindig a kollégák minden segítséget megadnak arra, hogy esetleg felvilágosítást kapjanak, bármiről is, és várom Önöket nagyon nagy szeretettel a jövő hét keddi műsoromban is, ugyanitt, ugyanilyenkor, tehát az aromaterápia és az emberek viszonya még mindig. És minden jót kívánok Önöknek!